A Szabadkai Szakegyesületek Szövetsége 25 más-más területen tevékenykedő egyesületet karol fel. Ezeknek a szervezeteknek fontos a megerősödés, illetve a külföldi tapasztalatok elsajátítása. A program célja, hogy a határmenti térségben működő civil szervezeteket megerősítsük, és hogy az együttműködést kialakítsuk a magyarországi féllel, és valójában a tudást áthozzuk a mi oldalunkra, amit ők már évek óta az Európai Uniós Tagság útján ki tudtak alakítani. Az egyik magyarországi partner a Bordányi Kulturális és Szabadidős Egyesület 1998-ban ifjúsági szervezetként alakult. Azóta több térség és nemzetközi projekt által fejlesztették a falu életét. Olyan tanulmányutat szeretnénk szervezni, amikor mind a vajdasági oldalon, mind pedig a délalföldi oldalon meg tudják nézni azokat a jó működő civil szervezeteket, egyeseti munkákat, amelyeket érdemes átvenni. A projektet az Európai Unió a Magyarország-Szerbia IPA határon átnyúló együttműködési program keretein belül finanszírozza 82 000 euróval. A tapasztalatokból több kisfilm és egy civil kézikönyv is készül, amely hasznos segítség lesz a szervezetek további munkájában. A programnak köszönhetően jobban megismerik egymást a civil szervezetek a határ mindkét oldalán, és közös programokat tudnak majd kialakítani.